Élesen bírálta az RMDSZ a kormányt amiatt, hogy az Orbán kabinet sürgősségi rendelettel fogadta el a helyhatósági választások elhalasztását. Cseke Attila, a szövetség szenátora híradónknak elmondta, a vonatkozó döntés amellett, hogy elfogadhatatlan előírásokat is tartalmaz, nem a kormány, hanem a parlament hatáskörébe tartozik. Híradónk hétfő este számolt be arról, hogy tekintettel a járványhelyzetre a kormány meghosszabbította a helyi választottak mandátumát, lényegében elhalasztva ezzel a döntéssel a helyhatósági választásokat. Az érvényben lévő közigazgatási kódex előírja, hogy rendkívüli esetekben, mint például a jelenlegi járvány esetében, szerves törvény révén meghosszabbítható az önkormányzati vezetők mandátuma. Ezt a szerves törvényt a parlamentnek kell elfogadnia, nem pedig a kormánynak sürgősségi rendelettel. Mi több, a vonatkozó jogszabály társadalmi vita sem előzte meg. Azon kívül a rendelkezésekben is vannak problémák, hiszen mi nem tartjuk jónak és elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy lehetséges legyen, hogy egy megyében való indulásért egy politikai párt szervezet úgymond kiválthassa pénzre az aláírók, a támogatók listáját. Hozzátette, sajnos a kormány ismét szereptévesztésben van, olyan kérdésben döntött, amely a parlament kizárólagos hatásköre, és ezzel újabb veszélyes precedens teremtett. Ez annál veszélyesebb, hogy a parlament asztalán már van egy törvénytervezet, amely pontosan a helyi választottak mandátumának meghosszabbításáról szól.